Nagy tisztelettel köszöntelek benneteket a Balatonfelvidéki Nemzeti Park Igazgatóság nevében. Vókó László vagyok, természetvédelmi őr. Megpróbáljuk megakadályozni azokat a folyamatokat, amelyek emberi hatásúak és a természetvédelmi érdekekkel ellentétesek. Mint tudjátok, minden egyes kézre szükség van. Az aktív természetvédelem az egy melós dolog. Én nagyon örülök, hogy eljöttem a Varázslatos Magyarországnak erre a rendezvényére, mert ezen a hétvégén még idős fejjel is rengeteget tanultam, és hát én úgy gondolom, hogy ezek az élmények, amik itt érik az embert, nem csak a természetvédelmi őröktől, hanem még egymástól is a társaságban, ezek megragadnak bennünk. És hogyha nem sikerül lefényképezni, vagy kamerával megörökíteni, akkor is itt a memóriánkban ez megmarad, és szerintem mindenkit gazdagít. A természetnek egyre nagyobb szerepe van az életemben. A 2019-es Coach a Girl program óta ott ismerkedtem meg az egésznek a jelentőségével. Mivel én Pesten születtem, Pesten élek, nem találkoztam előtte hasonló beállítottságú emberekkel se, illetve a természetbe se nagyon tudtam kijárni, viszont azt a nagyjából 2 hetet, amit ott töltöttem, azt én úgy éltem meg, hogy az életemben egy sorsfordító időszak volt. Mi nagyon örülünk annak, hogyha az igazgatóság megkereséseket kap, ilyen megkereséseket is, amit tőletek a Varázslatos Magyarországtól érkezett, és lelkes emberek idejönnek, és ugye ennek van egy közvetlen hatása, az, hogy az a tevékenység, amit ti elvégeztek, az nagyon klassz, az látványos. De a másik az, hogy ez megjelenik különböző felületeken, az szerintem talán még nagyobb jelentőséggel bír. Sok ember munkája sokkal hatékonyabb, mint hogyha ők egyedül csinálnák ezt, és nyilván ez nekik is segítség. Csak ugye az a legfontosabb, hogy a megfelelő fajokat írtsuk ki, hogyha lehet, meg hát tényleg az ő utasításaikat kövessük. Mert akkor így nem ártunk a természetnek, hanem pont, hogy segítünk rajta. A természet szerintem egy megnyugvást, egy lelki békét ad, abban is közrejátszik, hogy az ember egészséges életet tudjon élni. Hiszem azt, hogy ezek a kezdeményezések, aminek ti, ahogy hallottam, már nagyon sok programban, sok helyszínen részesei voltatok, ez egyre nőni fog majd, és egyre terjed. Úgyhogy még egyszer köszönjük szépen az igazgatóság nevében.